Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, mára is szép napot kívánok, újra honfoglalózunk együtt egy jót, úgyhogy remélem ma is sokan csatlakoztok majd, mert külön kiadással készültünk, ugyanis hát a legutóbbi vetélkedünk során, hát voltak ballépéseim, egy-két kérdés nem ment annyira jól, nem mindig voltam benne a top 10-ben, a legutóbbi adásban, úgyhogy ma egy külön kérdéssort raktunk össze a honfoglaló hatalmas adatbázisából, és foci, illetve Forma 1-es kérdések témakörében fogunk megmérkőzni egymással, úgyhogy egy üzenetem van szeretett közönségemnek. Mármint... Na, lehet, hogy nem ekkora arccal kellene ennek. Ne. Szóval, úgyhogy ez egy külön kiadás, Henló. Üdvözlök mindenkit, hát meglátjuk, hogy Forma 1 és foci kérdésekben most magam alatt vágom megint egy 250 kilós baltával a fát, vagy jobban fog menni, ez bármi megtörténhet. De üdvözöllek benneteket itt élőben, szevasz Marci, valami jó név, Netuskipi, MRX, Fevi Magic, Nikola, Esti, sziasztok srácok, köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok, és üdvözöljük a YouTube nézőket is, akik egyébként le a kalappal, mert nagyon szeretitek a honfoglaló adásokat, nem tudom, hogy nem ment még a plafonig az agyvizetek tőlem, így a nem tudásommal kapcsolatban, de mondjuk lehet, hogy pont ezért kis fájdalommal, ilyen Stockholm-szindrómában nézitek ezeket az adásokat, de én örülök neki, mert szeretem, hogy a sok hülyeségbe beleburkolva azért kicsit így ismeretterjesztő jelleggel ilyen vízjátékokban legalább valami kis hasznosat adhatok nektek a sok haszontalan mellett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, csak ezt akartam mondani. Természetesen ma is a kedvenc formátumotokat fogjuk játszani, bajnokságot nyomatunk majd, ti is be tudtok csatlakozni a kóddal, szépen a mobilotokon, ha még esetleg valaki nem tette meg, töltsétek le a honfoglaló alkalmazást, regisztráljatok, erősítsétek meg a fölhasználó neveteket, és gyertek, mert le kell győzni a főnit, aki én vagyok, állítólag, nem tudjuk, hogy miért. Nagyon köszi a támogatást is, természetesen. Ilater, üdvít köztünk, Simo, köszi a 19-et, Shalala, Szűcs Gamer, köszi a feliratkozást, Bevi Magic a cheert, Micóka, neked pedig nagyon köszi az így már összesen 7-es számú ajándék feliratkozást. Pomakantus, köszönöm szépen neked a fél évet, Control BKV, a mai tiszteletet, Ezbara és Nike, köszi a 33-at, Antal Boginak pedig köszönjük a subgiftet, Balasz Tirksnek a cheert, hát nem bírtok leállni, Timea köszi a 15-öt, köszi srácok, péntek feeling van ma, így van, jön a hosszú hétvége, jön a húsvéd, mindenki a családjával egy kicsit pihenhet, és már annyi hosszú hétvégénk van, hogy a bennem élő munkamániásnak egy kicsit tikkel a szeme, de jövő héten kezdődik a Crusader Kings 3 sorozatunk, úgyhogy azt már nagyon-nagyon várom, és remélem, hogy ti is. De nem húzom az időt, srácok, indítsuk a játékot, ti is durrancsátok a mobil készülékeiteket, aztán mérkőzzünk meg itt a csodálatos sport és forma egyet témakörében. Ott is van abban a pillanatban. Egyébként felhívnám rá a figyelmet, hogy már 1.700.000 aranytalléron van. Hát egyszer elhatározom magam, hogy bedurranok a ranglistás játékba, és ledominálom a honfoglaló szezonokat, mindennek vége lesz. Abban a szent pillanatban. Ezt csak halkan megjegyezném mindenkinek, aki egyébként nyilván egy stream, így streameken kívül is csapatja a játékot, mert egyébként vagytok nagyon sokan, tehát hogy honfoglalós csapatnak azért néha felszalad a szemöldöke, tök jó, hogy ilyen sokan egyébként szabad időtökben haverokkal, meg egyedül is nyomatjátok a játékot, úgyhogy na, jó ez a együttműködésünk közösen, én nagyon-nagyon szeretem. Srácok, abban a pillanatban bajnokság, létrehozzuk párbaj formátumban, és ma nem ugye a nehézségi szintek között választunk, hanem egy privát kérdéssorban szedtük össze nektek ezeket a csodálatos kérdéseket. 558002 a kódunk, gyertek, aki utolsónak ér be, azt körbeálljuk, kicsúfoljuk, és utána megöleljük. Tehát, hogy egy ilyen érzelmi hullámvasútra ültetjük fel az utolsót, hogy ne tudjon mit kezdeni az érzéseivel.
Megvárom, mert lehet, hogy frissít az applikáció, így van. Nyugodtan nyomassátok. Legalább 12 másodperce van mindenkinek, hogy beérjen. Addig megköszönöm. Még mind, olyan, mintha hónap eleje lenne, úgy pörgetitek a szabokat. Tényleg, most már lányos zavaromba mindjárt elmosolyodok. Nagyon-nagyon köszönöm. Kicsi D, Arctic Wolf, Csillagtalan, Gitáros Lány, köszönöm szépen neked is. Köszi, köszi. Nem találjátok? Hát azért 127 embernek már sikerült. Én tudom, hogy kell még fejlődni az oktatásnak, de na. Frissítsétek az appot nyugodtan. Nem készültetek, nem haragszom, csak csalódott vagyok. Nincs ezzel semmi probléma. Árnyék, köszi a 11-et, Timi és Imi, köszi a 18 hónapot, remélem jól vagytok. Balastrix, köszi a sokadik csírt, és Amanda, nagyon köszi a 8 hónapot, hát itt elképesztő ilyen hype vonat pörgetéseket is létrehoztok. Mi van ma veletek? Ma mindenkinek jó napja van? Már megy az adás, 10 perce, senki nem szitta édesanyámat, meg se... Nem vagyok én ezt hozzászokva, hogy ilyen jóba vagyunk, srácok. Na, a kérdés, hogy itt vannak-e a fő ellenségeim. Nézzük addig a játékosokat, amíg mindenki frissít. Marcel itt van. Marcelt szoktuk látni. Igen, vannak még érdekes nevek. Szaros Kovács. Ön matematikus. Hát mondjuk a matek itt nem biztos, hogy sokat fog segíteni. Cucu is ott van. Igen. Jó nevek vannak, Csokis Keksz, kiváló. Kiváló egy kis étvágy gerjesztő, csumi. Vagyunk bőven. Na, hát aki eddig, a Mátéka majd jön, Mátéka is frissít biztosan. Vodka narancs a 10-es subgift bomba. Hát mi történik? Köszönöm szépen. Beus Nyufi, köszi a 8 hónapot. Sok sikert neked. Hajrá. Na, ilyenkor szokták már YouTube-on írni, hogy játsszám án, te szemét állat, nem amúgy nem szar. Túl kedvesek amúgy a YouTube kommentek is mostanában. Túlságosan sok szeretettel vagyok körbevéve, nem amúgy szeressetek. Úgyhogy nagyon köszi. Hát ma nekem is jól, süt a nap, jó idő van, itt a tavasz, dagadabb. Pénztárca, úgyhogy örömboldogság. Na, Tindál, neked is köszi, srácok, elkezdjük az elsőt, aztán aki esetleg lemaradt, mert lassú a internete, az csatlakozik a következőbe. Nézzük az első külön kiadású sportbajnokságunkat, azt is mondhatnám, hogy az NFC bajnokságot, a Nessai Football Club és a Nessai Formula Club égisze alatt. Nézzük, hogy mennyire vagytok képbe focival és Forma 1-jel kapcsolatban. Remélem azért sokan jöttetek, akik egyáltalán nem követitek a sportot, ezzel is javítva szerény eredményeimet. Hosszabbodnak a nappalok, igen. Hát van, ami nem hosszabbodik is ide, annak is örülünk. Reni az ezres csírrel. Nagyon köszönöm. Mindenkit itt felpiszkált a húsvéti nyuszi. Elég lesz, srácok, mert na, nehezen kezelem ezt. Nem véletlen alakítottuk ki egymás között ezt a toxikus Stockholm-szindrómás kapcsolatot. Ezt érzelmileg könnyebben tudom kezelni, mint a szeretetet. Viccelek. Félig. Pomakantusz, mi az, hogy kinek kell drukkolni? Ki kérem magamnak? Hát... Még úgyis mindig választotok valakit, akinek szurkoltok ellenem, szóval... Ebbe inkább bele se megyünk. Na! Első mörkézés. Lássuk. Gyere, játékos kettő. Melyik évben született Gerard Piqué labdarúgó? Humazány. Most már 30. Amúgy. 30. Úgy valahogy. Idősebb nála. Bam! Nagyon jó. 2 évet tévedtem, belefér. Most meg azért fognak szidni, hogy miért nem tudok pontosan mindent. Emlékeztek még azokra az időkre, amikor Piqué jó focista volt? És nem volt olyan hülye, hogy Shakira... Na mindegy, Shakirát lepasszolni azért az... Na mindegy, ez nem egy olyan műsor. Piqué egyébként a United-ban játszott. Azért az a United védelem örült volna Piquének. Na mindegy. Hány alkalommal volt magyar bajnok az Eto FC Győr futballcsapata? Ne kezdjük,
Ne kezdj... Ne csutkázzuk föl az idegeimet az elején! Ne csinálja, de... Ne, most fejezzük ezt be! Jó? Haló! Győr még már... Győr, hanyad osztályban van most a Győr? Szegény Győr. Pedig azért az egy jó csapat volt. Jó stadionnal annak idején. Másodosztály. Melyik évben nyert először labdarúgó világbajnokságot Franciaország? Nem tudom, hogy ez volt-e az első, de... BAM! 98. Francia-Brazil döntő volt? Nem, a francia-Brazil döntőt a brazilok nyerték. Az az olasz-francia döntő volt? Nem emlékszem már pontosan. Igen, 2000 az EB év volt, de 2000-ben is a franciák nyertek, ugye? Francia-Brazil volt? Köszi. Na! Háború! Bam! Jól állunk. Ki volt a francia válogatott első számú kapusa a katari labdarúgó világbajnokságon? Hát a teknős ember! Joris! Ez az, kifogtam valakit, aki nem néz focit. Zsíru. Ki az a Forma 1-es pilóta, aki 2007-ben egy ponttal elvesztette, majd 2008-ban egy ponttal megnyerte a világbajnokságot? Hagyjuk inkább. Lajos! Legkevesebb hány fővel játszhat egy futballcsa? Azon izéltem, hogy 7 vagy 8. És csináltátok azt gyerekkorotokban, hogy ezt a FIFA-ban teszteltétek, hogy hány játékos lehet kiállítani? Nem, mindegy. Ki szerezte a magyar labdarúgó válogatott első gólját? Hát biztos, hogy nem, de rányomok. Doktor Borbás Gáspár. Egy doktor! Hát ezért ilyen jó a magyar foci csapatunk. Mennyire menő. Az alábbiak közül melyik futballcsapat beceneve a Fekete Sasok? Nem tudom. Kizárásos alapon. Nem vágom annyira a török csapatokat, pedig nagyon sokan szeretik a török focit, mert nagyon kiélezettek a mérkőzések, fogalmazzunk így. Na, rá kell menni a várra. Mi a magyar futballválogatott legjobb világbajnoki eredménye? Hát... Igen. Ezüst. Az eső hibája volt. Meg a stoplié. Kinek a távozása után kaphatta meg a hetes meszt Cristiano Ronaldo a Real Madridban? Ú, de jó kérdés. Hát amúgy egy szégyenletes bánásmód volt. De ugye... Hát Raúl és még Casillas is méltatlan módon távozott a Realból annak idején. Ki nem volt Forma 1-es pilóta? Az alábbiak közül Ricardo Bottas, Hamilton vagy Michael Phelps. Melyik évben képviseltette magát először futball világbajnokságon mind az öt kontinens? 82-ben. Jéééé! Na, azért illik. Azért illik. Kriszti! Köszi szépen a mérkőzést. Yeah! Na, így is kell. Érvényesül a papírforma. Jó kérdések voltak amúgy. Nekem tetszettek. Mindig ilyen félő a sportkérdésekben, hogy hol van a túl könnyű és a túl nehéznek a határa. Szerintem ez jó volt, mert volt nehezebb, könnyebb, úgyhogy tetszett nekem. Miért nem vagyok első? Na nézd meg, már csalnak. Zalán, Big Ricsi, ott mennek a csalások. Betonhurka is. Követ minket szorosan. Vörös inges. Ott van egy Kálmán Máténk. Mátékat szeretik itt a cseten honfoglaló közben. Én nem nézek focit, pedig jöttem volna. Azt ne gátolja meg egyik őtöket se, hogy nem értetek valamihez. Hát én itt egy intellektualitáson alapuló kvízjátékot vezetek. És titeket az zavar, hogy nem értetek valamihez? Hát én ülök itt a kamera előtt, mint egy fogalmatlan fattyú. Hát gyertek! Ahem.
Boldanf Gergő a DVTK középpályása a második helyen. Hát na, hát tapsoljuk meg! Hát van we, van me! Yeah! DVTK pluszba legalább egy jó csapat. Vagy legalábbis egy jó szurkolótábor. Nulla tudással, de megpróbáltam. Itt van Kriszti a cseten. Nem baj, Kriszti, így kell! Így kell! Úgy hallottam, hogyha névnek azt írod be, hogy Chuck Norris, instant megnyered a mérkőzést. Én erről nem tudok, de be fogok rakatni a honfoglaló fejlesztőkkel valami Nessa easter-eget. Lesz egy pixelnyi pingvin a háttérben, amire, hogyha 12-szer kattintasz, akkor ajándék szabjára a Twitch csatornám. Na, mindenki végzett 7. helyen az első kör után. Zalán, Holdanf és a Big Richie az első 3 helyen. Tepertős pogácsa van mögöttem. Mindig elintézitek. Akárhányszor délelőtti stream van, és nem reggelizek, valami kaja téma feljön. Legyen 69 kattintás, megbeszéljük. Közben Meta, köszönöm szépen Krisztinek a giftet. Halla, köszi az újabb csírt, fokhagymás tejföl. Köszönöm neked is, Tipca, Nike az 5-ös subgift bombával. Remi még egyszer köszi az ezres csírt. Nexlix, Tindal, Noster. Köszi, köszi neked is. Remélem nem maradtam rá, mert annyira csapattátok, úgyhogy köszi mindenkinek, srácok. Na! Mármint mi, Nessai, te nem reggeli sajtos kolbászos omlet mellett honfoglalóz? Na, jó van, azt elmentek a... Jó, meg titeked. Mármint, hogy sziasztok. Na! Hát ez gyakorlatilag egy világbajnokság lesz. Mehet. Hányszoros válogatott détári? Jó kérdés. Az sok, mi? Nem baj. Sok, de nem túl kevés. Egy pont! Illetve hát 1200, ahogy vesszük. Kérem Európát. Az a baj, hogy itt ilyen nagyon metamódon kell védekezni, mert annyi irányból lehet várat támadni ezen a mapon, hogy észnél kell lenni. Melyik évben igazolta le a Real Cristiano Ronaldo-t? Hát, bazeg! Valahol úgy. Volt aranylabdája 2000... Yes! 2008-ba kapott aranylabdát. Azt hiszem, mi a utána. Hát megy ez! Azt írja valaki a cseten, most van esélyem nyerni, AFK az ellenfelem, azért ne becsül túl maga, mármint, na nyugi. Bam. Na nézzük. Hány millióan futballoztak a FIFA felmérése szerint 2023-ban a világon? Hány millióan fociztak? De ez a profi játékosok száma, vagy... 240 millió. Azt a... Az igen. Ez érdekes. Ez egy FIFA fel... Gyanítom, hogy ez a profi labdarúgó. Ehhez kéne kontextus. Valaki googlizzon rá. Hát na, nem véletlen a világ legnépszerűbb sportja. Bár jogosan nem szeretik egyébként sokan, meg sok probléma van vele, de... Hát na. Na vezetünk! 2600-2000 jöhet a háború. Gimi! Az alábbiak közül melyik futballcsapat beceneve volt? Vagy beceneve, nem tudom mi volt. Királyi Gárda. Ú, a Brescia. Ez az! Focimentes ellenfél. A Bressába ki játszott, aki jó játékos volt, vagy nagy tehetség? Tonali nem a Bressába volt? Vagy Verratti volt a Bressába? Nem annak idején gondolom, hogy Baggio meg ilyenek, hanem így mostanában. Melyik település messzie Böde Dániel? A Madocsai messzi. Jaj, de jó, ez zseni volt. Palotelli volt bressás.
Verratti a Pescarában volt. Köszönöm, Etta. A Matocsai Messi, ez nagyon jó. Melyik olasz futballklub nem játszott soha BL vagy BEC döntőt? Ezek közül három, igen? Itt talán a Lecce az, aminek a legkevesebb így a történelme. Úgyhogy Sampdoria volt jó, a Fiorentina is volt jó, úgyhogy kizárásos alapon. Rómát meg nem kell mondani. Na, vár! Kell a pont! Milyen színű zászló lengetése esetén tilos előzni a Forma 1-es versenyeken? Már amikor ugye ezt betartják, de sárga. Melyik évben született Marco Rossi? Hű. 64. Majdnem öregítettem a Mistert. Igen, tényleg most volt 60. Tényleg. A Möster. Köszönöm, Zolcsi, a csírt. És hogy megosztottad, hogy mennyit kajáltál. Rohadjatok. Már kivezeti 16 góllal a futball világbajnokságok összesített góllövő listáját. Miroslav Klóze. Vagy tényleg ő? Tényleg ő, bazeg. Azon izéltem, hogy az volt a világ legnagyobb mémje, hogy Miroslav Klóze meg mennyi gólt rúgott a izéken, de azt hittem, hogy Ronaldo már megelőzte. Klóze. Klózénél csak egy jobb csatár van, a Luca Toni, meg várjál, volt még ilyen favágó. Na, bocsánat, igen. Hányadik lesz egy autóversenyen, ha megelőzöd a harmadikat? Nekem való kérdés. Egyik évben zuhant a tengerbe Alberto Ascari. Igen, ez egy monakói futam volt. 55. Ez még nagyon-nagyon a legelején volt. Nincs meg a vár! Ez így nem jó, lemaradunk. Melyik pályán szenvedett halálos balesetet Ayrton Senna háromszoros Forma 1-es világbajnok? Hát igen, azért örültem volna, hogyha... Én is többet láthatom Sennát. Nagy spíler volt. Mikor jelentette be Fettel a visszavonulását? Nagyon repülnek az évek, az a baj. Gyorsnak kell lennem, mert hát a Forma 1-ben ott van a szervón, az ellenfelünk. Hát itt leflegmáztam ezt egy kicsit, de van baj. Holland pályán történt balesete után kiváltotta Ricciardót a Forma 1-ben. Na, most megkapja a Forma 1-es kérdéseket. Az ellenfél, Lawson. Melyik éven alakult meg a Football Association, az angol labdarúgó szövetség? Régebben, mi? Az FV. 63. Mi az, hogy ugyanazt írta, mint én? Halló! Melyik sportszervezet szokásos rövidítése az FIA? Nemzetközi Amatőr Rögbi Szövetség. Ahhoz képest mentek a Forma 1-es kérdések az előbb. Na, még egy torony. 2023-ban kire cserélték le Nyck de Vriest a Forma 1-ben? Ricardo! Hányas számú ezt viseli Ronaldo a portugál válogatottban? 7! Yay! Ott van! Fest vörösre a világot! Yay! Felicián! Köszönöm az összecsapást! Nagyot megyünk! Top 2! Come at me! Jön a harmadik forduló. Hát ugye a harmadik és negyedik fordulóban már a helyezés alapján elkezdi a nehezebb ellenfeleket összerakni, úgyhogy eddig kellett az Epniszt megnövelni, mert innentől kezdve valószínűleg azért olyan ellenfeleket fogunk kapni, akik a táblázat első felében találhatók. Meglátjuk. Huszi Joker, Kardis, köszönöm szépen a feliratkozásokat. Amex, köszönöm az 50 csírt.
Nessai, tudod a választ, mindenre csak a nézettség miatt csinálod, tudjuk. Így van, így van. Egy intelligens néző. Köszönjük. PS Gábor és Meta, köszönöm szépen nektek is. Még egyszer. Akkor vissza fogok esni. Soha. Soha. Képtelen vagyok a nem tudásra. Na gyere! Gyere, game! Nya! Melyik évben lett a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya Márkó Rosszi? Nem tudom, repülnek az évek. 18. Ezekre nem amik ilyen közel vannak időben, azok... az egy bármi lehet. Ajaj. Very big probléma. Hát egyből itt van a váramnál a kollega. Uh-oh. Hoppá, itt rácsavarodok. A szélen rámegyek. Ez a Spanyolország, ez túl kicsi kettőnknek. Melyik évtől van a Forma 1-ben konstruktőri világbajnokság? 58. Hát akkor ezt hamar kitalálták. De nem baj, közelebb tippeltünk. ...1800 versus 2000. Ja nem, 2000-2000. Jó, most vagyunk egába. Melyik évben rendezték az első Copa America? Elnézést kérek. 1916. Azt a rohadt. 1916-ban már volt Copa America. Hát ezt meg nem mondtam volna. Van gond. Hát, hogy little bit of problem, hátrányba vagyunk. Nyugi, nem aggód, nem aggód, lehozzuk. Mit jelent a La Pulga? Messi, argentin labdarúgó, beceneve. La Pulga! A bolha. De rég hallottam ezt. Hány világbajnokságot nyert a brazil Le! És gyorsabb volt! Ez nem ér nekem, föl kell olvasni a kérdést! Ötszörös világbajnok Brazília. Szívt. Na jó, ez tryhard. Tryhard. El kell kezdeni tryhardolni. Hogy hívják a spanyol futballcsapatok kupáját? Copa del Rey. Melyik éven született az anyaves Albert Florian? És ugyanannyival tippeltünk be! Te csaló! Ez egy csaló! Fogják meg! Fogják meg! Fogják meg! Egy csaló! Nem német Kingsley Coman! Melyik formális csapathoz igazol át 25-ben Hamilton? Ferrari! Még évet először Schumacher korábban. Igen. Az még a Benetton volt, ugye? Az a baj, nem jó, mert ha túl gyorsan írom, akkor nem gondolom át. Szóval Schumacher mikor volt világbajnok először, az volt a kérdés. Ki szerezte a legtöbb gólt a magyar labdarúgó válogatott történetében? Puszkász. Hány gólt rúgtak összesen a katari világbajnokságon? Kicsit alulbecsülte. Jó, nyugi, nyugi, nyugi. Tehát még egy köröm van. Egy körből elfoglaljuk a várat. Melyik futballvilágbajnokság döntőjét vezette Púl Sándor? Pusa 94. Melyik éve vezették be a labdarúgó sárga és a piros lapok rendszerét? Olyan későn? Szop ki, Bobby. Mármint... Aló? Ja, hogy várat támad. Nem is figyel. Nyugi, nyugi. Egy futballcsapat nyerte meg legtöbbször a Bajnokok Ligáját. Reál. Egy éven született Szoboszlai Dominik. Nem tudom fejből. Ááá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 
Gyújtsátok rá az öltözőt! Nyugalom. Jó, ez még van egy tornyom. Ott is még van, nyugi.
Nem viszi a várat! Nem viszi a várat, most fogom én... Jaj, bazeg, még egyszer üljön. Nem, ez csalás. Csalás! 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 Az alábbi Forma 1-es világbajnokok közül ki nem balesetben hunyt el. Ez is egy vélemény. Ez is egy vélemény. Én tiszteletben tartom mások véleményét a kérdésekről. Amúgy ez mind a gyorsaságon múlt. Egyébként nyerhettem is volna, csak ugye én a közönség szórakoztatásával vagyok elfoglalva, ezért a kérdések prezentálása ez nálam prioritást élvez a gyors válaszadás helyett, ebből az előnyből pedig az ellenfelem kovácsolt egy ilyen megúszós győzelmet. Legjobbtól kikapni nem szégyen. Haló! Tényleg Zalán az első. Nyugi! Lesz még erdélyi magyar falu, mármint még visszatérek. Hogy lettem 23. egyből? Mi az, hogy egyből 23? Hát csaló! Hát fogják meg! Hát... Na ilyet te! Eddig tartott a második... Nyugi! De persze ez azért van, mert mindig én kapom a legnehezebb ellenfeleket. Hát persze! A többiek, ők megkapták az utolsókat. Focifan 28, Tacsifül. Persze, nyilván itt a tepertős pogácsa is néz meg, itt kínozza a gyomromat. Csalás. Hihetetlen. Az anti-cheat programot föl kell fejlesszük majd, ez lesz a következő előrelépés a játékban. Máshogy ezt nem lehet megoldani. Föl, és ráadásul még le is vagyok háborodva. Na, jön az utolsó forduló ebben a bajnokságban, hölgyeim és uraim. Jelen pillanatban Zalán, Forza és Mibó vannak az első három helyen, de majd most nagyon megjövök. Adjatok békén a kaja nevekkel. Nem szép. Így van, én itt majd mindjárt fölcsapom a kérdésadatbázis Excel-t, aztán megoldjuk. Nézd meg, és csak ott van a tepertős pogi a top 10-be, de régettem, hogy jó pogácsa, jóféle pogácsa. Na, mint... Érzed a hűvös lehelletem a nyakadon, főni? Hú, Vidra... Vidra, ne mondjál ilyeneket, mert itt mindjárt felborítom az asztalt. Mi? De igen, na gyertek! Most összegyűjtöm az univerzum tudásának összes energiáját. Ott is vagyok, én vagyok a kék. És jön ellenem az arany katona. Melyik évben volt először női versenyző a Forma 1-ben? '58. Jó van, te se tudtad most itt a izélyet. Nyugi, az elején ez a területfoglalós rész, ez nem számít. Nyugi. Nyugi, most még itt egy picit hagyjuk, hogy elbízza magát. Hány Forma 1-es verseny hétvége lesz 24-ben? Babám! 24. Hát várjál még addig.
Már sokszor mondták, hogy annyi lesz, aztán mindig volt valami didurranó. Én is azt hittem, hogy nem volt női versenyző, de hát akkor így az indulásnál volt valószínűleg. Melyik évben tették kötelezővé a 6 pontos biztonsági jövet? Á. 72. Nagyon jó, elírta, látjátok? Izgul! Izgul az ellenfelünk, nagyon jó! Sikerült megzavarni! Hibátlan. Ott az előny, 2400, mi vezetünk. Háború. Na gyere! Felsoroltak közül melyik nem tagja a FIFA-nak, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek? Hát most kizár, de nem tudom, hogy hogy... Nagy-Britannia. De az hogy? Mármint, hogy nem Nagy-Britanniaként van benne, vagy pedig egy... Angol hülyék! Milyen állat volt Goleo, a 2006-os német VB kabalája? Oroszlán. Valami rém lett valami ilyen hülye oroszlán, úgyhogy csak reménykedtem benne. Igen, akkor emiatt, hogy nem Nagy-Britannia, hanem külön van Anglia, Wales, stb. Jó. Hát így logikus. Ebben nem voltam biztos. Melyik stadionban játszák hagyományosan az FA kupa döntőjét? Melyik évben alapították a La Ligát? Hát fog. Tudtam! Ez fix, tudtam! Ott is van! Nem, hát nyilván tudtam, hogy valamik a világháború előtt, de hogy... Az aranycsapat, mármint hogy a kettő között. Az aranycsapat melyik játékosáról nem neveztek el futballstadion? Jéj! Sosem lát. A videóton hányadik vidéki futballklub, amely megnyerte a magyar bajnokságot? 8. Megyünk, sima! Dominancia van! Mit jelent az átlósan két részre osztott fekete-fehér zászló? Az. Sportszerűtlen viselkedés. El kell jussom az anyavik, hogy mi a kérdés. Hány ötszög van a focilabdán? Gárem! Na, van itt tudás. Vár! Melyik szezonban rendezték meg utoljára a kupagyőztesek Európa kupáját? Az volt a kek. Hát mikor lett BM? Tényleg! Amikor United nyert, akkor még Beck meg kek volt. Vagy akkor már BL volt? Csak a kek volt még azon a néven? Itt már annyi volt, hogy még öregek még emlékezhetnek, itt Intertotó kupa, meg minden hülyeség volt. Melyik csapattal lett először Forma 1-es világbajnok Nino Farina? Alfa. Igen, az első évben nyert az Alfa. Rég volt, ennyire nem ismerem a Forma 1 történetét. Melyik labdarúgó válogatott nyerte a 14-es brazíliai VB-t? Majdnem Argentínára nyomtam, de az ott nyerte a Götze góllal, ugye? Melyik évben volt az első Forma 1-es magyar nagydíj? Ó, bazd meg! Jó, ezt tudom. Ezt tudom! Ez volt a múltkor is, nem? Hát várunk nem lett, de azért itt jó kérdések voltak, itt ügyes voltam. Gratula! Nice, nice.
megvárom. Megvárom, nem görgetek le. Lelkesek tudhatják, de a YouTube nézőknek legyen meglepetés. Hadd izguljanak. Balázs, köszi a 6 hónapot. Ek, köszönöm a Prime-ot, néked is. Üdvüdv itt köztünk. Na Marci a következő bajnokságra taktikai cicát hozott. Szép. Így könnyű. Hát még itt zajlanak azért a vérre menő összecsapások itt az utolsó fordulóban. Mindenki a saját súlycsoportjából kapott ellenfelet, úgyhogy ezek elhúzódhatnak sokáig. És oda néz, foci fan az első helyen, hibátlan csillagomlással. Kimaxolta gyakorlatilag. Spoiler, top valahány vagyok, így van. A top 186-ban vagyok. Köszönöm szépen, Norbi, neked is a Prime-os feliratkozást. Peregnek a Prime-ok. Azt hallottam, mindenki, aki jó fej, és még nem tette meg, az megfejelgeti a Prime-szabot. Én ezt hallottam, de nem tudom, hogy igaz-e. És Zalán és Míbu is ott vannak. Az a 28-as szám, az valahogy, az dual account. Ott az focifan és Zalán együtt játszanak, csalás. Csaló, én mondtam nektek, ott egy hatalmas csalás van. Santoro a 6. helyen. Ismerős nevek a chatről feltűnnek. Hogy nem vagyok top 5? Ez már eleve, tehát itt már eleve megkérdőjelezném a játékot. Hal? Mi az, hogy top 19? Mi az, hogy top... Mics, hogy? Hogy van előttem Nike? Az összes ember közül... Hogy van pont Nike elő? Hogy? Hogy? Hát most azért, mert egyszer elvertek, mint szódás a lovát, most az mit számít? Hát én vagyok a legintelligenciásabb itt mindenki között. Hogy? Nézd meg! Míbu, Zalán és a győztesünk foci fan! Én pedig a top 19-e. Ez nem tetszik, amikor elkezdtük ezt a honfoglalós játszást együtt, akkor tök hülyék voltatok. Aztán elkezdett mindenki ezzel játszani, és most már nem tudok bekerülni a top 10-be se. Na nézd meg! Repertős Pogi, Beni Zoli, Holdan, Forza, Santoro, Vaki, Ábel, Mibu, Zalán és Foci fannak. Jár a taps még egyszer. Nézd meg! Ilyeneket csinálnak itt velem. Na jó. Hát akkor csinálunk egy következő bajnokságot. Megpróbáljuk. Ha nem sikerült elsőre, akkor sikerül másodikra. Megpróbáljuk, neki megyünk. Nincs félelem, csak bizalom és tehetség. Nyugalom, jön, semmi gond. Szépen van, merakjunk, mindjárt. 806-000. Lehet jönni, mindenki lescreenshotolta testvéreinek, családjának, anyukájának, hogy milyen ügyes helyen végzett. Lehet jönni, srácok. Gyertek. Na jó, most akkor most egy kicsit, most agresszívabban kell játszani. Valahogy csak, nehogy már ne tudjak bekerülni egy top 10-be, hát most mi ez a 180 ember? Hát kik ezek te? Hát az én közönség, hogy lenne az én közönség, hogy tudna az én közönségem bármi? Hogy? Hát nem tőlem tanulták, az biztos. Na nyugi, gyertek. Szeretet van itt, befogadás, közösség. Mindenkit szívesen látunk. Vidra, köszönöm neked is a Prime-os feliratkozást, és Gabosz, köszi a 3 hónapot. Tele volt az orrom, az volt a baj, megoldjuk. Jézusom. Persze itt már ilyen taktikai házi állatokkal jönnek az emberek. Meg ilyen csalásokat produkáltak. Nekem hol a taktikai házi állatom? Az én taktikai házi állatom, az ikrám, az szerintem alszik valahol. Na jó! Még mindig jöztök? Hát nézd meg, pörög az Internet Explorer. Lokista levette az okniát. Amúgy,
Én tapadós zokniba vagyok, azért nem megy. Az enyém egy dobozban fekszik. Na, előkerülnek a taktikai házi állatok. Na jó! Ennyi volt a idő! 2:40, kiszámoltam. Utoljára 4 éves koromban voltam tapadós zokniba. Jó, hát most ezt találtam, ezt abba az ugrá, a Cyber Jump-ba kaptam ezt a zoknit. Benne van a pakliba. Szeretnétek, hogy megmutassam, mert szeretitek a lábam, de nem mutatom meg. Nem érdemlitek meg, hogy meglássátok a tapadós zoknimat. A gyerek szekrényéből öltöztél? Haló! Ne, na. Nézd meg, a szemtelenségnek a ne továbbja. A lyukas zokni az Infinity Level hack, az is működik. Mi az, hogy a gyerek ennél jobban ő... Igen, túl szépen indult ez a nap, hogy igaz legyen. Jól van. A csatlakozás lezárult, a bajnokság kezdődik, Inas. A bajnokság fedőneve Inas. Chat chose violence. Nagy ehe. Mindent tudni kell. Hány centiméter magas a futballkapu? Annál magasabb amúgy. Nem baj, ez a mi safe. Safe-en játszunk, Yugi. Safe-be nyomjuk. Nem kell kockáztatni. Ez csak az első meccs. Bekerülsz a top 10-be, meg kell mutatnod az oknid. Na, nézd meg, már itt üzletelnek is. Hány londoni klub volt alapító tagja a 888-ban alapított angol labdarúgó ligának? Több. Amúgy valószínűleg. Nulla! Tudtam, fix tudtam egyébként. Igen, nem tipp volt, nyugi. Érdekesen húzzuk meg birodalmaink határát, de ez így teljesen korrekt. Melyik évben szenvedett halálos balesetet Kesjár Csaba a Forma 3-ban? Na, ezt nem tudom. Pedig illene. 88-ban. Nem éltem még, úgyhogy van kifogásom. Épp hogy, de... Azért jó tipp volt. Na! Azt gondolom, hogy a pontszámok korrektek. 3000 ponttal megyünk, jön a háború. Milyen nemzetiségű Logan Sargent Forma 1-es pilóta? A kedvencünk. Az új Latifi. Az amerikai Latifi. Na nem, nyugi. Hány centiméter széles egy szabályos fut... Most mi ez a izé... fétis a futballkapunak a szélességével meg a magasságával? Igen, ilyen 7,5 méter. 732 centi. Ne beszéljünk centikről, mert nagyon hamar alul maradok. Ki az a magyar válogatott labdarúgó, akinek játékogát 23 nyarán 18 millió euróért szeret? Mi van? A Kerkes. Így megfogalmazni azt, hogy megvette a Burnout Kerkest. Ez ilyen streamer ellenes kérdés, olyan hosszú volt. Melyik futballcsapat városa Torino? Atalanta, Juventus, Inter vagy Lazio? Juve. Vár! Melyik F1-es versenyző ért el a legtöbb első rajt helyett egy szezonban? Mármint, hogy milyen arányban? Fötöl!
Milyen poszton játszott Zidane? Francia labdarúgó. Hát véleményes, ahogy nézzük. Középpályás. Gimi, gimi! Milyen nemzetiségű a Real Madrid kapusa Thibaut Courtois is. Így kell kiejteni, én azt hallottam. Bám! Na, és ezt meg tudja, nézd meg! Melyik évben mondta ki a labdarúgó szabálykönyvvel épszer, hogy a szándékos kezezés büntető? Hát... ...1896, igen. Hát az az új modern futball szabálykönyv. Jé! Timo, köszönöm szépen a meccset. Tudom, hogy hagytad magad az okniért. Jó, hát az első forduló mindig így kezdődik, aztán... Timóca nagyon kedves. Ezt nem tudjuk, maximum azt, hogy lábfét is-e van. Mármint... Na, nyugi. Hát a többiek még itt zajlanak. Hol a top 1? De hogy van bárkinek több pontja nálam, te? Hát nem szégyelled magad, Metál Laci, nézd meg! Hát 100 ponttal többje van az embernek. Hát Laci, az Iron Maiden áldjon meg. Hát hogyan? Top 8. Irksz, Norbertónak adj már egy akciós repjegyet. Szüksége van egy kis pihire. El kell azulnia. Na nyugalom, nyugalom. Túl korán fejeztem be a mérkőzést, így van. Mátéka nem mert jönni, mert látta, hogy ma Sigma formában vagyok. No, Mátéka. Na jó. Metál Laci, Micó, Zalán megint ott van. Hát piszkos, mármint, na nyugi, Forza is ott van. Mibó ott mögöttem, nézd meg itt az előző mérkőzés, Wikipédia veterányai küzdenek. Semmi gond. Mindjárt vége az első forduló utolsó mérkőzésének is. És utána ősünk szembenéz második ellenfelével, aki bárki is lehet, vagy bárki más is. Lehet. Levinek akadozik, ez szomorú, Levi, kitartás neked. Nessai, nálatok is tükörtojásos, békönös, avokádós szendvics volt a reggeli? Ákos, tudod, hol lehet rengeteg friss avokádót szedni? A Banamákon. Ott a nyaralás közben olyan friss, finom reggeliket szedhetsz majd magadnak, hogy mind a 10 ujjadat megnyalhatod. Akciós a repjegy. Babatunde légitársaságával közös szponzori szerződést kötöttünk. A Banamák dzsungelébe el lehet menni pihenni. Na jön a második forduló. Top 8. Tiszta szégyen. Top 8 az. Top 8. Honnan tudod, hogy 10 ujja van? Elnézést kérek. Elnézést kérek az előítéleteim miatt. Biológiai előítéleteim vannak az emberekkel kapcsolatban, és ez undorító. Ezért Twitteren már 3-szor cancel-eznének. Ne mondjátok el senkinek. Elnézést. Bocsánatot kérek, megbántam. Maszkos Bén, köszönöm a 4 hónapot közbe. Menni fog az, igyekszem. Igyekszem. Ez már a menés része. Mi az a Twitter? Elon Muskot kivéve mindenki tudja, hogy mi az a Twitter, Santoro, nyugodjál meg. Semmi baj, a megbánásért kapsz 15 000 social kreditet. Ez az. Nagyon jó. Szia, Eli. Na, gyerünk. Most úgy, mint még soha. Mármint, hogy annál jobban egy kicsit. Hány labdarúgó világbajnokságot nyert Edson Arantes Donace Pelé? 3-at.
Vagy négyet? Az probléma. Minden, nyugi! Nem, hármat, jó. Kevés a mező, most megint ezért fogok kevés pontot kapni. Fix cheat. Nézd meg, bevédi magát. Félti a várát? Fél. Nézd meg, micsoda aranylovag ellen megyünk. Hát ez valami VIP. A 6 pontból hányat nem szeret... Mi? A megszerezhető 6 pontból hányat nem szerezhet meg egy labdarúgó csapat két bajnoki alatt? Hát 6-ot! Várjál, mi van? Álljunk meg! Stopp! Magyarázza el nekem ezt a kérdést valaki! Én nem tartok itt fejben. Az volt a kérdés, hogy hányat nem szerezhet meg. Hát ha kétszer kikap, akkor 6-ot. Hány ország vett részt a katari foci VB-n? Gyorsan nyomtam, de nem kellett volna. 32, jó. Az EB-t bővi... Hány csapatos az EB? Ezeket sose tudom. Na, a VB-t az duplázták, az EB a 24 akkor, ugye? Ja, hogy az a kérdés, hogy matematikailag hány pont nem szerezhető meg két meccsből? Ja, így értem, tehát matematikailag 5 pont, értem. Jó, értem. Jó. Oké, felfogtam a kérdést. Matematikailag 5 pontot nem lehet két meccsből szerezni. Ez jó, oké, jó. Ki nem volt autóversenyző? Ó, anyám, ja. Terence Hill. Melyik évben ünnepelt az F1 alapításának 70. évfordulóját? 20-ba. Azt nagyon repülnek az évek. Hát még emlékszem mindenhol a 70-es logóra, az nem tavaly volt? Vár! Melyik két Forma 1-es versenyzőről szól a Hajsza a győzelemért című film? Nagyon jó az a film. Na úgy nézzétek meg, az is, aki nem szereti az F1-et. Jó az a film, nagyon. Csak nem emlékeztem a magyar címére. Ki ez a pilóta? És eredeti nyelven nézzétek meg. Nem szoktam ilyet mondani, de érdemes. 66-ban saját építésű autóval Brabham lett világbajnok. Ki volt az első magyar pontszerző? A Forma 1-ben a legenda. A legenda. Zsolti. Az első és egyetlen. Hány egymás követő Forma 1-es versenyen végzett Ferrari a dobó? Micsoda! Haló, győztünk, de haló! Ott a pontocskánk, igen. Igen, hát azért volt ott egy domináns 4 világbajnoki cím egymás után, nem 5, bocsánat. De hogy a dobogó is ilyen zsinórban volt, az szép. Pedig még ott Schumacher ugye sérülés miatt hagyott is ki. De nem, az 2000 előtt volt. Mikor tört el Schumachernek mindkét lába? Az 2000 előtt volt. Jéj, Vivcsi, köszönöm szépen a meccsed. 99, aha. Igen, most már gyanús, hogy két lány ellen mentem, és mind a kettő hagyott nyerni. Ez zokniért ki. Na nyugi, titoktartó mikrobiológus, köszönöm szépen a giftet. És még mindenki játszik, úgyhogy nem görgetek le. Tödöm. Ez a
Hány pont nem szerezhető két forduló alatt? Ez amúgy egy jó kérdés, csak a matematika szót kellett volna belerakni, hogy megértsem, hogy mire gondolt a költő. De igen, mert ugye 0 pont szerezhető, 1 pont is szerezhető, 1 döntetlen, 1 vereség, 2 is 2 döntetlennel, 3 1 győzelem 1 vereséggel, 4 szerezhető 1 győzelem 1 döntetlennel, 5 meg nem szerezhető, 6 meg szerezhető 2 győzelemmel. Amúgy jó kérdés, hát így megmozgatja az embernek az agyát, csak föl kellett volna fogjam, hogy miről szól. Ha már ennyire zoknit akarnak a népek, akkor mi minden van a showban? Ah! Micsoda nézői észrevétel! Ott a Nessai Shop, lehet venni mindenkinek zoknit, azt nézegethetitek otthon. Mekkora átkötés! Nice! Gyönyörű. Gyönyörű. Zokni nem volt a képen. Hát, ha zoknit akarsz látni egy képen, akkor föl kell menjél a shopra. Azt írja Hirx, tehát kiemelném, hogy... Naki a király. Ott van! Szedd ki! Úgyhogy engedjük el azt, hogy Hirx beírta a chatre, hogy az nem jó zokni, mert nem izzadtam bele. Azt, ha... Igen? Engedjük el. Jó a céges kultúra errefelé. Gyorsan le kell screenshotolni. Mindenki screenshotolja le, jó? Ezt el kell rakni későbbre. Tudtam, hogy ma rövidebb streamünk lesz, de hogy pont most kell véget érnie, arra még én sem számítottam. Elrakjuk humorosba. Motkány! Mennyire jó felhasználó név a Motkány. Ricsi, Hunor, Csicskalángos, Jesus Predator, Apollo, Mibó, és hát az első helyen ő maga, az egyetlen és utánozhatatlan. Jöhet! Az a baj, hogy most jönnek a kínos fordulók, de nyugi, ezt most screenshotoljuk le. Majd a bicepszemet itt növeljétek meg. Remélem most valaki jól elpáholja Nessai-t. Marcel! Ismered Möjmöjt? Beutalt téged is szívesen egy csak oda luxus pihenésre. Folyton folyik a WC-ből a víz. Nem figyeltem, miről beszélgettek, de ez egy fokkal jobban tetszik, mint a reggeli sorolás. Na jó, következik a harmadik forduló. A tét hatalmas. Többen remegnek. Főleg én, de ez most mindegy. Egy zokni mind fölött. Egy zokni kegyetlen. Na gyere. Hú, de közel vagyunk. Szinte simulunk egymáshoz. Hányadik helyen végzett Horvátország a 22-es Katari VB-n? Három. Nem izgultam. Ezt a Katari VB-t engedjük el, mert nem tudom. Amúgy valami vagy az elmúlt egy évben történt, és akkor emlékszem rá, vagy akkor már legyen 10 évnél régebben. Csak így tudok működni fejbe. Hány gólt lőtt egyetlen labdarúgó mérkőzésen Stefan Stanis 42-ben a francia első osztályban, ami azóta is rekord? 10-et! 16-ot! Jó, hát a francia első osztály, azt Ronaldo is megmondta, hogy kuka. Nessai, egy hajfestés nincs tervben mostanság? Nem csinálok elég hülyét magamból itt nektek minden nap? Miért extrázzátok még?
osztálytársam szerelmes kegyelmedbe. Majd kinövi. Majd benő a feje lágya. De nagyon kedves. Hány pilóta tudott futamot nyerni a Forma 1 a tavalyi szezonban? Verstappen, Perez, Sainz. Gondolkoztál már, hogy megnövezd a hajad és összefogd? Ki vagyok én, Lorenzo Lamas? Nem, egyébként. Ma nagyon furák vagytok. Melyik futballcsapat beceneve a vitézek? Mindig az első megérzésre kell hagyatkozni. Nyugi, Charlton Athletic. Amúgy voltak első osztályúan. Kinek sikerül zsinórban 5 egyéni világbajnoki címet szereznie? Na várjál, most hány volt? 5 volt. Azért. Melyik évben volt az első címvédés az EB-k történetében? Hát most ebben nem vagyok biztos. Akkor most volt. Igen, azon gondolkoztam, hogy volt-e régebben. De ugye a EB címvédés, igen, az a 12-16 volt, ugye? Spanyolok. Hol rendezik a Forma 1-es magyar nagydíjat? Spanyolok voltak? Már be vagyok. 2008 volt, nem 16. Aha, jó. Mi van a Mogyorómon van a magyar nagydíj, igen. Hány góllal tartja a gólkirályi csúcsot a magyar labdarúgó bajnokságban Deák Ferenc? 66! Olyan! Csaló! Na, nyugi! Nyugi! Mondjuk vezetek, de nyugi. Melyik ország az egyébként szerződött aranylap? Benzema hova szerződött? Ó, te drága ember! Hány pont előnyel nyerte meg Hamilton a egy? Gyorsnak erre. Majdnem olvastam. Nem szabad olvasni, már mint hogy nem, ez nem jó üzenet. Igen, ez a Timo Glockos Interlagosos massza előtt. Ilyen tevékenység közben szemben sűrűs baleset, Sumár. Sumi balesete 13-ban. Milyen rég volt már az is, bazzek, több mint 10 éve. Ill és Béla hány első osztályú meccsen lépett pályára? Hát, bazeg. 540, azt a rohadt. Nice. Ill és Béla, az MTK legenda, ha még emlékeztek. Most rá kéne menjek a várra? Nem állok úgy. VB gólkirály ki volt 22-ben? A Technós. Melyik éve lett a labdarúgó szövetség FIFA tag? 1907. Vár! Melyik futballcsapat beceneve a bőrnadrágosok? Na most tudom, hogy ciki, hogy ezt nem tudom, de... Jó, nem voltam benne biztos. Melyik éve vezették be a kapuhálót? Yeah! Egy. Az alábbiak közül melyik ország nem jutott ki a 18-as és a 22-es VB-re? Ez most beugratós? Az. Az olaszok. Nem voltam benne biztos, azt láttam, hogy egyről lemaradtak az olaszok, de nem tudtam, hogy mind a kettőről-e. Rámentem a megúszós válaszra. Melyik ország ellen ért véget az argentin labdarúgó válogatott veretlenségi sorozata a katari VB-n? Szaudi. Melyik éve rendezték a labdarúgó VB-t, ahol először is ment meg a világközönség a hullámz... Azaz... Áááá, 86! Nem áll, haló? Na, most nyugodjunk meg!
Melyik klub nem volt ott az angol labdarúgó liga 88-as alapításánál? A Pool. Igen, a Pool az 90... Liverpool az 92 talán. Csak ostoba vagyok. Gratula, Vaki! Hát várat nem romboltunk, de legalább győztünk. Liverpool az 1892. Na, zsír. Zsír, zsír. Top 3! Nem baj, jó lesz top 3. Hunor és Ricsi romboltak. Én kedves voltam. Én ilyen pacifistába nyomom. Jó az így. Jó, ez a mi kellett volna, Lokista, egy torony kellett volna, hát... Volna. Gondolkozok az Oknin, láttam ám. Mit gondolkozzak az Oknin? Engedjétek már el ezt az Oknit, hát főjelentelek benneteket a social media bíróságon. Megy a cancel. Egy közönséget lehet cancel-öztetni? Olyan van? Hát nem lehet csinálni? Mindig csak a ilyen színészek, meg ezek, meg zenészek, meg ezek vannak. Én a közönségemet szeretném cancel-öztetni, olyat nem lehet? Köszi főni a Balatról bemutatót, sikeresen függő lettem. Nice, Benny Zoli. Nyomassad. Na jó. Úgy néz ki, hogy a top 3 marad, de úgy érzem, hogy itt a legnehezebb körbe várrombolás nélkül ez nem lesz dobogós. Én mit ígértem az Okni kapcsán? Én nem emlékszem, hogy mit ígért. Ígértem bármit? Én nem emlékszek ilyenre. Na jó! Jön a negyedik forduló. Azt a mindenségén neki. Top 10-et? Egy jó vereség mindig belefér. Norbiland, Városlőd, Big Ricsi, Micó, Csicskalángos, Betonhurka, Marci, Ricsi, Hunor, és szerény személy. Amúgy több ponton van! Amúgy az mekkora... Haló? Na az indítsuk meg a polgári peres eljárást! Hát nekem 2000 ponton van. Jó, most Micónak hány pontja van, az senkit nem érdekel. Tehát haló? Hát csalók! Csalók! Csaló! Fogják meg! Nem élőben néztem az Ausztrál nagydíjat, focifan. Dehogy is. El vagyok nyomva. Na jó, az utolsó meccs. Az utolsó szembenállás. Bedobás közben hány méterre kell állni az ellenfélnek a bedobó futballjátékostól? Fogalmam sincs, mert senki nem tartja be. 2. Ezt az életben nem tartja be senki egyébként. De most már legalább tudom. Van ilyen szabályom, úgy igen, de Spori betartathatja. Fanjo négyszeres. Ja nem ötszörös, mindig négyszeres, bazek pedig ötszörös. Pancho hányszoros világbajnok, de amúgy rá van feszülve az ellenfelem a meccsre. Láttátok, bazeg, egy másodperc alatt válaszolt a tag. Hát ez vérre megy. Melyik Magyarország egyetem volt, minden a formány és magyar nagy. Mi? Ja. De ez egy gép! Hát 2:55 alatt beírta, annyit el se olvastam.
Hanyadik magyar győzelme volt Hamiltonnak? Hát egy számítógép ellen kell küzdjek! Haló! Na jó. Persze, mindig én vagyok a kék ráadás. Na jó. Egy Forma 1-es pilóta lett a legkésőbb világbajnok. Demo Hill. Melyik éven született Gera Zoltán? Yes! Baby. Ki az a futballjátékos, aki három csapattal is nyert BL-t? Zédorf, Ronaldo, Zidane vagy Roberto Carlos? Zédorf, de mi volt az? Milán? Juventus? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Real? Ajax, Real, Milán. Ah, köszi. Zédor, mekkora spíler volt. Melyik csapatot verte meg 3-0-ben a magyar labdarúgó válogatott 86. március 16-án? Várja, az egy 3-0... Brazilok. Jó, nyugi, ez, nyugi, most van nyugi, nyugi, mindenki megnyugodott? Jó. Budapest Sányeri kerületében található az Utes stadion. Újpest! Na, legalább nem pesti az ellenfelem. Ennyi derült ki, hogy ez miben fog nekem segíteni, az egy jó kérdés. Melyik csapatban lesz először első osztályú Gera Zoltán? Hát, na ezt nem tudom, ez ciki. A Pécsben játszott Gera Zoli. Ha. Nem tudtam. Milyen jó kérdések. Szeretem ezeket a fogós kérdéseket. Milyen különleges tulajdonsága volt 76-ban debutáló Tirelnek? Az volt a sok kerekű autó. Hány évente rendezik a végy? Ha! Én is gyorsan el tudok sülni, ha arról van. Már gyönyörű, vezetünk. Vár! Melyik gumigyár nem szállított a Forma 1-nek soha? Yokohama. Hány futamot nyert F1-es pályafutása során Schumacher? Á, és tudja! Az fix csal, az segítséget használ! Nem tudom, miért írtam a 63-at. Az a pole pozíció volt kevesebb neki? Mi a gombfoci hivatalos neve? Hát most ez beugratós kérdés. Szektorlabda! Szektorlabda! Wow! Győzelem! Hát az ifja Portit legyőztem! Szektorlabda! Nagyon jó kérdések voltak ebbe az utolsó meccsbe. Kérdés, hogy a sima győzelem mire lesz elég? Hát én szerintem ez kicsúszhatós a top 10-ből. Az, hogy mindent megnyertem, az ide kevés. Ide a szektorlabdások körébe az nagyon kevés. Ez itt kőkemény. Hirksz, úgy érzem, hogy ma nagyon pöröksz, Hirksz. Elképesztő módon. Mi az, hogy vaktyúk is talál szemet? Haló! Milyen vaktyúk? Hát 4 fordulón keresztül bizonyítottam férfiasságomat intellektuális szinten. Ott az előzőben volt egy kis didurranó, de... Na, még Mátéka sem mert megjelenni. Mutasd a nyitott wikit. Nem tudom, ki az a Wiki Nike. Nem ismerek ilyen hölgyet. A férfiasságot már bizonyítottad a lyukas zoknival. Nem az én zoknim lyukas! Az én zoknim nem lyukas, tapadós. Pédia Victoria? Egy igazi cédának hangzik ez a Pédia Victoria. Ebben a jó időben jól esik egy kis limonádé, amíg mindenki befejezi a meccsét. Hát jó.
Ugye, hogy ízlik? Látom, hogy rád szoktatok, és úgy szívjátok fel, mint a távoldatot. Nesze neked ember! Csak azért nyomtam be a reklámot, mert Hirkse dolgoztatni kell, mert nagyon túl van a pörögve, úgyhogy abban a pillanatban durrant a parancs a cseten. Na nézzük. Hú, ott várak omlottak, bizony, hát ez itt... Ez nem lesz elég a top 10-re, itt látom, hogy nagyon durrannak a várak. Samsung reklám? Nincs Samsung reklámon, de délután sorsolunk. Samsung nyeremény játszik lesz délután a stream végén, úgyhogy tessék jönni. A lyukas zokni férfias? Hát annyira, amennyire az igénytelenség, de fiós az embere válogatja. Soha nem szoktam lyukas zoknit hordani. Meg a sokatyát. Soha nem fordult elő velem, hogy jó van az úgy, kinézi. Eszáj hány éves vagy? 23. Ha nem lyukas az oknit, hol dugod be a lábad? Jó van, azért most majd el fogok menni egy kis ebédszünetre, és mindenki nézze egy kicsit a plafont, jó? Csicskalángos, nézd meg, hibátlan játékkal Csicskalángos kiosztotta. Hát a név kötelez, hát megvan a győztesünk. Csicskalángos az első. Ha csak valaki külső ívem... Uh-oh. Véget ért a bajnokság! Micó, Ricsi, Hunor, Dominik, Krosin, Betonhurka, Jenci, Bigricsi és Csicska Lángos. Hát taps, taps! És ott vagyok a harmadik helyen. Köszönöm, köszönöm. Hát nem is volt kérdés, ott az előbb volt egy kis hiba. De egyértelműen teljesít. Jó van már! Parancsoljatok, itt az okném, itt az okném, ott vannak rajta a kis tapadó korongok, ott van, ez az okném. Remélem tetszik, remélem megérte rá várni, ott van, nagyon jó. Lábastúl, hát sajnos ez nem volt benne a megegyezésünkbe, undorító fügek, ez nem volt, arról volt szó, hogy megmutatom az oknimat. Eleve nincs is ugye lábam. Ezt is tudjuk. Úgyhogy nem volt benne. Arról volt szó, hogy zokni, jó? Tehát az OnlyFans-re is tartsunk meg exkluzív tartalmakat. Fúj, de na, ezt a streamet letagadjuk, jó? Erről nem beszélünk senki, szörnyűek vagytok. Hála Istennek legalább délelőtt van, azt a fiatalok oskolában vannak, de fúj, szégyeljétek magatokat. Ezt a harmadik lábadról... Na jó. Most itt kell abba hagyni, vállalhatatlan. Vállalhatatlan a társaság. Nincs susú. Már szünet van. Akkor ez egy jó délelőtt volt, bazd meg. Ez sok mindent megmagyaráz egyébként, köszönöm szépen. Akkor jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Nem volt gyanús a chatből? Nem, én naivan feltételeztem, hogy csak idióták vagytok, de... Jó van, gratulálok. Akkor menjetek ebédelni. Pihenjetek, srácok. Délután 2:30-kor találkozunk. Egy új játékot fogunk megnézni. Az a susu szüneteseknek nem biztos, hogy feltétlenül annyira izgalmas lesz. De aki szereti a Civilization-t, ez gyakorlatilag egy Civ klón lesz. A Millennia nevezetű videójátékot fogjuk megnézni. Úgyhogy jertek. Fogalmam sincs, hogy jó-e vagy rossz-e, de ilyen chilles kis körökre osztott Forex játék. Úgyhogy gyertek majd, akit érdekel. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lett. Aki játszott valaha Civilization-nel, az tudja, hogy milyen függőséget tudnak okozni ezek a játékok is. Úgyhogy eldumálgatunk közbe. Zokni nélkül.
határozottan. Úgyhogy, srácok, 14:30-kor jövök vissza. Nagyon szépen köszönöm a sok hülyeséget félretéve, hogy itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Remélem, hogy tetszett a játszi, honfoglalózzatok ti is sokat, hogyha úgy van, ha nem, akkor meg ne. Lord Voldedork köszi a végére a cheert, Anger Ryan-t, a 27 hónapot, jó étvágyat, és találkozunk 14:30-kor, srácok. Várlak benneteket akkor is, köszi a figyelmet, szevasztok, pa-pa!